meg még állampolgári takarra. Ez az. A surprise vagy surprise. Kilenc országra kiterjedő kutatás sorozatnak, a magyarországi állomásának legfontosabb pillanata érkezett el. Témája a megfigyelésen alapuló biztonsági rendszerek és az állampolgárok viszonya. Elvileg egy nagyon fontos dolog, hogy csak a beleegyezésemmel tudjanak meg rólam bármit is. Ugye a propaganda az ilyen adatfelvételekkel kapcsolatban mindig az, hogy hát valamilyen nagy előnye van ennek az áldozatnak, hogy magamat kiadom, és bejött egy új igazolás, a terrorizmus. Ez ugye mindent visz, legalábbis az ideológiában, hát az emberek annyira félnek a terroristától, akkor inkább mindenbe beleegyezünk. Illetve meglátjuk majd itt a felvetés eredményeképpen. Onnan kell indulnunk, hogy az információ az hatalom. Legalább olyan hatalom, mint a pénz vagy az anyagiak, üzletben és politikában is a függőségben tartani valakit, ez. Hát ugye ez jelenti a hatalom. A mai felvetésnek az a nagy kérdés, hogy önök hogyan mérvegelnek, mennyire bíznak adatkérőkben, mennyire szolgáltatják ki magukat, mennyire hajlandók lemondani ezzel járó előnyökről. Hát ezt meglátjuk, úgyhogy kívánok mindenkinek jó beszélgetést ezekről a kérdésekről. Narancssárga névjegykártyával felszerelre jelenlétét, akkor egy kis cukorkát. Ezt eljutathatják a mai ülésünk vége felé, lesz mód arra, kártyákat arra ráírhatja, és a bejárat mellett elhelyezett postaládában medián felé fontos, hogy mindenki tisztában legyen vele egy személyes megnyilvánulásként. Így érzik? Egyes, ha valaki nagyon egyetért, hogy nem tudja hajszolni. Szavaz mindenki? A hatosságban, a biztonságban, a kezdetésében. A magánszférát által. Kire szavazni? És az eredmény 12 óra 5-ig. 15-ig, Tehát a kicsit még nyilván. Tehát az is tudjuk a semmi. Semmi.
Többség szerint tudják, hogy csinálnak. Végig, és aztán nyomjanak meg egy vagy több, és a szempontban tudják el, aki még nem tette. Jó, hát itt szinte mindegyikre is válasz, de... Nagyon hasznosnak tartom ezt a rendezvényt, két okból kifolyólag is. Az egyik az az, hogy az itt lévő emberek nagyon sok információt kapnak ebben a témával kapcsolatban. Én is nagyon sok új dolgot tudtam meg. A másik pedig az, hogy lehetőségünk van arra egyszerű állampolgároknak, hogy elmondjuk a véleményünket az itt felmerülő témákkal kapcsolatban. Micsoda óriási üldözési mágia és összeesküvés elmélet faktor működik a résztvevőkben. Örülök, hogy részese lehettek, mert nagyon érdekel tulajdonképpen, nekem nincs okos telefonom, meg nem vagyok Facebookon, de nagyon érdekel, hogy hol tűnnek a levelek, vagy ha felregisztrálok, akkor hol vannak ezek az információk. Nincsen mit akargatni valónk, tehát igazából nem félek így, hogy megfigyelnek, vagy gyereknek nincs mit akargatnom, de nem szeretném mondjuk a munkahelyemben azt beszélni, hogy én itt merre tartok, hogy csinálok. Vagy... Elég megoszlak voltak a vélemények. Én bízom benne, hogy sikerül meggyőznem a többieket, mert én próbálom. A mi asztalunk az nagyon különböző összetételű emberekből áll, és voltak, akik már egy határozott véleménnyel érkeztek ide, és voltak, akik itt menet közben alakult a véleménye. Az ön véleménye is változott a beszélgetések során? Egy kicsit igen. Egy kicsit azért nekem is, úgy gondolom. Nekem is elég határozott véleményem szokott lenni általában, de azért befolyásoltak az itt hallottak.